Na hát, üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Ervovok és Rácok. Ebben a videóban Csabusa egyik pályáját, vagy hát éppen a legújabb pályáját fogjuk kijátszani. Ha ti is ki szeretnétek játszani, akkor a Csabusának a csatornájának a linkje a leírásban megtaláljátok, és a map letöltési linkjét is, meg erre a mapról készült videót is megtaláljátok lent a leírásban. Viszont úgy látom, hogy ez minden pillanatban meg fog jelenni, de szerintem amúgy átrakom magamat amúgy a másik oldalra, hogy észreveszem. Főmenü, információ, források, resource pack ellenőrző, készítő Csabusa, YouTube csatorna megtekintéséhez kattints a névhez, a névre. És akkor rákattintok, és akkor majd megjön. Jó, most nem kattintunk rá, mert tudjuk, hogy mi hol vagyunk, mert minden információ. Játsz 1.12-ben, pont 2 megvan készített, igen. Csak egy játékos módra játszhatod ki, igen. Ne használj más parancsot, spam pointot se, oké, okay, ezt értettük. Vissza. Oké, okay, források, zene, igen, és akkor ott van a resource packnek a neve, oké, okay, és akkor resource pack ellenőrzése. Indítás. Üdv játékos! Csabusa vagyok, és úgy döntöttem, visszatérésemet ezzel a kalandpályával ünneplem meg. Igen, most egy kalandpályán vagy. Ha ez a tény nem okoz számodra meglepetést, ne mondj semmit. Remek! Amint látod, spóroltam a díszítéssel, de ne jegy meg, ez semmit sem ront a játékmeneten. Többnyire. Egy nagyon fontos dolog még hátra van indítás előtt. Leteszteljük, hogy mennyire vagy alkalmas a végjátszáshoz. Kezdjük a műveltségi teszttel, ez a legnagyobb szűrő. Így legalább már az elején kiderül, hogy csak feleslegesen húzzuk egymás idejét. Ha szerinted 1769-ben született Napóleon, akkor nem mond semmit. Remek, helyes válasz. Úgy látszik végre egy művelt és tájékozott játékossal van dolgom. Persze önmagában ez még kevés a pálya végjátszásához, intelligenciára is szükséged lesz. Íme az intelligencia próba. Kattints a chaten a nyuszi szóra. Oroszlán, malac, kutya, madár. Hát itt nincs itt, vagy... Hihető az, hogyha rákattintok itt a nyuszira, akkor jó lesz. Helyes válasz! Sajnos nincs bekapcsolva a kamera, így nem látom, hogy segítség nélkül teljesítetted-e, de optimista vagyok. Lássuk az erőnléti próbát. Ugor 2 blokk magasságba. Hát ez lehetetlen. Ez nem túl meggyőző eddig, de kapsz még egy esélyt. Akkor jó. Na jó, szerencsét, hogy a pályán nincs szükség nagy erőnlétre. Mondjuk hát ez... egy újabb intelligencia próbával kiválthatod ezt a próbát. Ha benne vagy, nem mondj semmit. Rendben. Íme az újabb intelligencia próba. A chaten lévő listából kattints a leghosszabbra. És hogyha rákattintok az, hogy leghosszabb, akkor... Ja, nem lehet, jó. Most a leghosszabb szóra kattintsak, vagy magára a járműre? Nézzük, autóbusz. Nagyon jó. Már csak egy próba van hátra, az ütemérzék. Le fogok játszani 2 zene részletet, neked pedig ütemre kell majd ugrálnod. Első részlet. Eddig jó. Második részlet. Remek! Úgy látszik alkalmas, hogy a pálya végigjátszására. Tűzijáték. És hol a tűzijáték? És most? Élve elégetés. Nem, csak vicceltem, nem vagyok ilyen típus. Akkor jó. Én olyan vagyok, aki inkább a tortát, mint hogy elégessen. Szóval csak nyugi. Akkor vágjunk bele a kalandba. Főcím! Kalandpálya címe. Készítő neve. Biztos azt gondolod, hogy nem találtam ki címet a pályának. Hát tévedsz. Persze. Kitaláltam, csak még titkos. Érezd magad megtisztelve, hogy egy titkos pályán játszhatsz. Most pedig kövesd a vonalat. Én addig gondolkodom egy kicsit. Miért nem mondasz semmit?
Nem tetszik? Oké, egy kis zene belefér, ami megadja a hangulatot. Nem jó. Csináljuk rendesen, kezdjük a főcímtől. Megvan. Mármint a pálya leírása és tervei. Nem most találom ki, csak ideig kerestem a papírokat. Hallod? Itt vannak, és amint hallod, ez határozottan írott lapok hangja, nem pedig üresekké. Persze, szóval, persze. Ez egy fantasy pálya, és mint minden ilyen történet, ez is egy fogadóval kezdődik. Menj be a fogadóba! Ó, franc, de gyorsan ideértél. Nem volt időm kitalálni a többit. Illetve elolvasni. Nem most találom ki, itt vannak a tervek, csak lassan olvasok. Kérdezd meg ezt itt. Vagy inkább ne. Mindegy. Újra, de most menj messzebbről. Hey. A fogadóban egy alak jelez neked, az asztalához hivat. Sőre rökette. Elég. Menj oda hozzá. Az idegen azt mondja neked, hogy győzz le a sárkányt, és ad neked egy kardot, harc. Csak most ezt nekem meg kéne. Miért, hogy ilyen csendes? Nem tetszik a pálya? Túl gyors, igaz? Á, oké, jogos. Egy ilyen történetben a hős különböző próbákat áll ki, és segíti a bajba jutottakat. Én megölöm attól. Célját. Jó legyen. Nem mintha most találnám ki. Szóval azt mondja neked az alak, hogy ahhoz, hogy legyőzz a sárkányt, meg kell szerezned a csodakardot. Hogy miért nem a Tomi Bertapsét a pálca? Csend! Mert az túl nyilvánvaló lenne. Szóval kell a csodakard, és azt is elmondja, hogy a varázslónál van. Menj a varázslóhoz. Kövesd a vonalat. Most le lehet térni? Mindegy. Látod? Vannak benne kanyarok is. Gondoltam érdekesebb lesz a pálya, ha nem csak egyenesen kell menni. Ja. Így nagyon üres a pálya. Megvan! Erdő! Ez egy csak fák, van itt egy, kettő, három, négy, öt darab fa. Hát ez nagyon nagy erdő lett. Itt a baszarkány, hello! Végre ide értél. Azt mondja neked a varázsló, üdv játékos! Illetve nem, ő csak egy karakter, nem tudja, hogy most játszol. Szóval azt mondja, üdv bátor harcos, már vártalak. Bági meglepett arcot. Elmegy. Láttam már jobbat is. Például mikor lekvárt öntöttem ezt egy cipőjébe, na az meglepett arc volt. De folytassuk a pályát. Mondja a varázsló, éreztem, hogy jönni fogsz, mert én nagyon öreg és nagyon bölcs varázsló vagyok, és azok mindig ezt tudják a történetekben. Tudom, hogy a varázskardért jöttél. Ja nem, csodakard. Tudom, hogy a csodakardért jöttél, de csak az arra méltó emberek kaphatják meg. Ha teljesíted a három próbát, azzal kiérdemled a kard használatát. És most menj az első próbához. Itt az út, jó? Ez az, és itt is van az első próba, egy izgalmas parkour. Nagyon egyszerű a feladat, ugorj a zöld ládára. De... Na... Most hogy? Na, miért nem csinálod? Csak két blokk... Jó, tényleg, te képtelen vagy két blokkot ugrani. Hát... Bocs, elfelejtettem. Nem egyértelmű. Tessék lejjebb, itt a neked. Köszi. Kövesd a vonalat a második próbához. Éljen a kvíz! Tudom, hogy szereted. Mondom is a kérdést. Hát most hirtelen nem jut eszembe jó kérdés. Minden egyes pontja meg van tervezve a pályának, csak pont ez az apróság maradt ki. De komolyan. Persze, persze. Megkérdezem ezt itt. Addig játsz az ugróiskolával. Visszajöttem. Na, gyorsultál. Sajnos nem igazán segített a dolog. Azt kérdezte, hogy miért nem hagyom őt rajzolni, de ezt csak nem kérdezhetem tőled. Egy fantasy pályán fantasy kérdést illene feltennem. Ó, meg is van! Hány troll, akik jól egy félszerzetből? Egy. Nem jó. Próbáljuk meg újra. Tehát a kérdés, hány troll, akik jól egy félszerzetből? Kettő. Nagyon jó!
viszont nem elsőre sikerült, ezért a csaló, csaló, 3-as volt. Melyik fajon nincs hatással az alkohol? 3, 5, meg 2-es. Mi? Nagyon jól vett. Ember. Ork. Törpe. Tündér. Törpe. Ez az, sikerült. Már csak egy próba van hátra. Kövesd a bizbaszokat. Illetve nem, a vonalat kövesd. Oké. Okay. Valamit elfelejtettem. Nem is mondta az idegen a kocsmában, hogy miért kéne megölnöd a sárkányt. Nem volt fura, hogy se cél, se jutalom? Vagy ha igen, miért nem szóltál? Mindegy, vissza a kocsmába. Szóval, miután mondja neked, hogy győzöl a sárkányt, megkérdezed, hogy miért. Tudom, hogy nem fogsz megszólalni, ezért vegyük úgy, hogy megkérdezted. Az idegen azt mondja, hogy a hercegnőt kell kiszabadítani, és azt is elárulja, hol tartja fogságban a sárkány. És nyugi, jó helyet ad meg, nem egy másik kastélyban lesz. Azt mondja, uborka sétány 18. Akkor ez pipa, vissza a harmadik próbához, kövesd a vonalat. Itt is vagyunk. Vedd ki a fegyvert, és mehet az ádászharc. Mondom, milyen szörnyekkel kell végezned. Egy creeper, 3 zombi, 2 pók, 3 csontváz, 2 boszorkány. Felkészültél? Start! Yeah. Menj már. Ez jó, remek. Ez csak ennyi igazi volt. Harcos vagy. Biztos vagyok benne, hogy a sárkány sem fog gondot okozni. Menj vissza a varázslóhoz, azaz kövesd a vonalat. A varázsló épp a kardot keresi a ládájában. Jaj, jaj, mondja végül. Tuti biztos 1000%, hogy ide tettem. Úgy látszik, ellopták. Még szerencse, hogy van benne GPS, illetve egy varázskő, aminek segítségével a varázsgömbben látom, hol van. Mi? Várjunk csak, ez Minecraft, az messze nem gömb. Legyen varázskocka. Igen, mondja a varázsló. Látom már a varázskockámban. A nyugati erdőben van a tolvaj. Az arcát nem látom, de szerintem Wolf egyik embere az. Ő egy gonosz lovag, aki mindig azon ügyködik, hogy megszerezze a királyság feletti uralmat. Nem tudom, hogy mit tervez a karddal, de meg kell állítanod őt. Nem sokat tudok adni neked, de tessék itt egy bájital, ami bármilyen mérget semlegesít. És most indulj, nincs sok idő. Gondolom, kitalálod, kövesd a vonalat. Ja. Ja, itt van. Már megint olyan üres ez a terep. Ó, megvan. Erdő. Ez a legutóbb is bevált. Egyszer csak egy törpe ugrik elét a fák közül. Hé, menák! Mondja. Várj, eltorzítom a hangom, hogy jobban bele tud élni magad. Hé, menák! Jó, mi? Vicces szerintem. Ezt figyeld. Pici paci, tarka, benne van a kaja. Na jó, folytassuk a pályát. Kihívlak téged egy versenyre. Mondja a törpe, és mivel nem mondtál nemet, gondolom beleegyezel a kihívásba. Ha te nyersz, odaadom az aranykenyeremet. Ha ebből eszel, pár másodpercig nagyon erős leszel, a legerősebb fémet is félkézzel elhallítod. Ha viszont én nyerek, örökre a hátasom leszel, és minden nap lovagolni fogok rajtad, és zabba letetlek. Még mindig nem mondtál nemet, szóval úgy veszem, belemész a játékba. A próba neve pedig Csend király. Az veszít, aki előbb megszólal. És most kezdjük. Törpe sokféle trükkel próbál hangot kicsikarni belőled, de hiába. Kifulladásig produkálja magát, hogy legalább egy hal kuncogást elérjen nálad, de egy ilyen bátor, vakmerő, fegyelmezett kalandornak ez meg sem kottyan. Végül a törpe elfárad. Elég, te nyertél. Vidd a vacak kenyeredet. Nem tudom, hogy csinálod, de senkinek se sikerült ilyen sokáig kibírnia. Elviheted a kenyeret, de kérlek, ne szólj senkinek, hogy tőlem nyerted el. Főleg nem más törpéknek. Szegény kis törpe érzékeny a hírnevére. Nem is tudja, hogy a titka nálad van a legjobb helyen. Tuti, nem mondod el senkinek. Az biztos. Amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan eltűnik, mehetsz tovább. De gyors tényleg eltűnt. Papá, megint erdő. Kicsivel arrébb meglátsz egy alakot egy fánál, aki segítséget kér. Közelebb benve látod, hogy a keze beszorult a fa ódujába. Elmeséli neked, hogy erre sétált, amikor meglátta ezt a lyukat, és hát nagyon kíváncsi lett, mi lehet benne. Elég szűk volt a nyílás, és addig erőltette a dolgot, hogy beszorult. Nagyon kérlek, segíts, mondja neked. Nincs nálam sok minden, de ígérem, meghálálom.
Mivel te egy segítőkész ember vagy, úgy döntesz, segítesz a férfinek. Mi van itt bent? De jó. De jó már. Ez tök jó, ez tök menő. És én nem tudom... Én de nem tudom berakni valamit. Nem. Jó, oké. Eddig nagyon tetszik a map. Nagyon köszönöm, mondja az idegen. Ha te nem vagy, lehet, hogy itt halok éhen. Vagy még rosszabb. Az a helyzet, hogy tényleg nincs nálam semmi. Sajnos előtte talált rám egy tolvaj, és kihasználva a helyzetet, elvitte az összes pénzemet. Azért nem mondtam eddig, mert féltem, hogy akkor nem segítesz. Annyit viszont tehetek, hogy megbűvölöm a baltádat, hogy ki tudjon ütni lombokat is. Jó, tudom, a valóságban ezt is tudják a balták, de ez Minecraft. De haladjunk. Megköszönitek egymásnak, és tovább mész. Őszintén megcsinált a lombra is, de jó. Hoppá! Olyan sokat ment, hogy elfogyott az erdő. Semmi gond, megoldom. Mit is kellett mondani? Fák! Természet! Erdő! Makaróni! Mi van? Legalább megpróbáltam. Ó, megvan! Erdő! Nagyon ügyes vagy. Jaj, csavi. Nem sokkal később egy házhoz érsz. Előtte egy látszólag elég ideges nő áll. Megkérdezed tőle, hogy mi a baj. Hey, adod vissza. Mármint tudom, add hogy nem vissza. Fogod, de képzeljük el, hogy megkérdezed. Elmondja Kenyere? Neked, hogy kizárta magát a lakásából, és nagyon aggódik, hogy tönkre fog menni a tej. Mivel te nem csak néma vagy, hanem végtelenül kedves is, ezért úgy döntesz, segítesz a nőnek. De jó. Add vissza a kenyerem. Kassért érte. Egy. De menő, easter egg. Ez tök jó. Van egy easter egg a mappon, úgy látom. Add vissza? Add vissza. Kösz. De most mit kell? Mi van? Ja, segítsek a nőnek. És hogy menjek be? Itt a kulcs. És akkor most én... Ez de jó az a ki... Ez tetszik ez a lámpa. Tök jó. Hát Csabi, te nagyon jó mapot hoztál össze. Azt mondja neked a nő. Ezt hogy csináltad? Nagyon köszönöm, nem tudom mihez kezdtem volna nélkül. Mi ez a női hang? Cserébe fogad el ezt az igazságszérumot. Eredetileg a férjemnek szántam, de nem akarom, hogy üres kézzel távozz. Te is megköszönöd, és most vonal. Tetszett még mindig tetszik. Igen, tetszett. Egy kicsivel arrébb egy kisfiút találsz, aki egy kút mellett sírdogál. Ez az kérem feje. Jó, azért nem ennyire kicsi. A fiú krokodil könnyek között elmondja, hogy a labdája beleesett a kútba. Ez volt a kedvenc játéka, bla bla bla. És csak ugorjak bele, vagy... De én nem akarok beleugrani. Semmit nem tudok beledobni. Ugorjak bele, kajak? Jó, beleugrok. Ezt most miért kellett? Hogy fogsz innen kijönni? Mégis mit gondoltál? Adjatok létre, neked hey. Mondani sem kell, magadtól is a kútba ugrasz. Oké, már is visszaraklak, csak kéne valami magyarázat. Erre nem készültem fel, nem gondoltam, hogy fejest ugrasz egy kútba. Mondjuk az alján megtalad a labdát, de elfognak a béka király katonái, és elvisznek hozzá. Ő úgy dönt, hogy túl ronda vagy békának, ezért börtönbe zárat. Ott találkozol egy tündérrel, akit ugyanezért zártak be, mint téged, csak ő csinosabb. Azt mondja, elvették a varázspálcáját, és ha visszaszerzed neki, kijutat téged is. Az a baj, hogy most a béka királynál van, és fogpiszkálónak használja. És ha most azon gondolkodsz, minek egy békának fogpiszkáló, jusson eszedbe, hogy az előbb szó nélkül beleugrottál egy kútba. Jó, van benne szóval valami. Szabad sem lehet. Igen, ezt most találom ki, kivételesen, és így nincs idő megépíteni. Úgyis egy kút alján vagy, olyan sötét van, hogy nem lát semmit. Szóval, a tündérre kidolgoztak egy szökési tervet. Engedj ki! Ő halottnak tetteti magát, te pedig leütöd az őrt, amikor kinyitja a cellát. Okay. A trónterem felé még legyőző pár békát, és oda bent szembe találod magad a béka királlyal. Megküzdötök egymással. Sima. A király lassú, viszont hatalmas teste van és nagyokat üt. Azonban fürgességeddel és eleményességeddel felülkerekedsz ellenfeleden. Miután kidől, elveszed tőle a varázspálcát, amit odaadsz a tündérnek, a koronáját pedig megtartott trófeának. A tündér megköszönne a segítséget és visszateleportál téged a kút mellé. Na, itt is vagyunk.
Add vissza a labdát és kövesd a csíkot, véletlen vonalat. Nem adom. Tessék. És ha elveszem, akkor... Nem mehetem vissza. Ez de jól már megoldott, hogy ne vegyem vissza. Ó, már megint nincsenek fák, de ne izgass magad, már is intézkedem. Erdő. Mi? Nem Ernő, erdő. Na végre. Erdő. Úgy látszik, az utat sűrű bokor nőtte be. Valamit ki kell találnod, hogy átjuss rajta. Jó, nem tölti be az egész pályát, de képzeld azt, oké? Okay? Jó van. És én így ezt kicsit csalok. Amíg ezt is szétpírom... Nem, ezt nem. Ügyi vagy! Tudom. És most kövesd a vonalat úgy fent. Nem bírtam kérni. Ez olyan, mint a alma feje. Hello, Alma. Meglátsz egy alakot ücsörögni egy fa alatt. Nagyon gyanús a kinézete, ezért kéz közelben tartod a baltád. Okay. Az idegen megszólít. Hello, nincs nálad véletlenül egy kis víz. Nem hoztam magammal az útra és eléggé kiszáradtam. Az idegen egy húzása felhajtja az igazság szérumot. Kissé megkönnyebbül, megköszönni a segítséget. Pár másodperc múlva kezdi magát furán érezni. Bár senki se hallja, de megkérdezett tőle, hogy kicsoda. Az idegen nagyon készségesen elmondja, hogy ellopta a csodakardot, és most az úrának viszi. Megkéred, hogy inkább adja neked, mire ő azonnal átnyújtja. Ez az, megvan a kard? Ha elraktad, menj a sárkányhoz. Ez még mindig tetszik. Bizony kitaláltad, kövesd a vonalat. Hol van? Ja. Hirtelen a semmiből rázuhan egy ketret. Hey! Egy bandita csapdájába kerültél. Engedjetek gyorsan ki. Ki kell jutnod, mielőtt a tulajdonosa visszatér. Nem akarom a kenyerem, jó legyen. Ez az, szép volt. És most folytathatod az utad a sárkányhoz. Egy híthoz érsz, ami mellett egy szigorú tekintetű őr áll. Aj, mondja neked keményen. Ha át akarsz menni a hídon, fizess vámot. Ez van, fizetned kell. Gondolom megpróbálod megkerülni a dolgot, de nem javaslom. Csaló vagyok. Na jó, adadom neki. Tessék. Rendben, ez megteszi. Tovább mehetsz. Szia. Bakker, megint elfogytak a fák. Hát mindegy, úgyis mindjárt odaérsz. Akkor mondjuk egy sivatagon kell átkelned. Tegyük kicsit hangulatosabbá. Homokvihar! Oh, ne! Ja? Nekem is kellett volna visszamennem. Meg is érkeztünk a sárkány lakhelyéhez. Na szabadíts ki azt a hercegnőt. Uborka. Sétány 18. Mi? Miután legyegőzted az óriás díszkodatokat, hercegnőt, csak egy hatalmas gyémántot. Hirtelen semmiből előtűnik az idegen a kocsmában. Visszamennyi? Köszönöm, hogy legyőzted nekem a sárkányt, mondja, végre szabad az út a gyémánthoz. Az a hülye varázsló nem akarta odaadni a kardot, kénytelen voltam elküldeni mást helyettem. Nem. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Mennyire? Wolf vagyok. Anyád. A gondolataid kavarogni kezdenek. Ha ő Wolf, és téged küldött a csodakardét, kinek a parancsára loptál az a tolvaj az orrod elől? Ekkor egy alak lép elő az árnyékból. Állj, mondja. A gyémánt az enyém lesz. Látom, nálad van a kard, szóval te loptad el az emberemtől. Fox vagyok. És a gyémánt erejének segítségével megszerzem a birodalom fölötti irányítást. Régi vetélytársak vagyunk Wolffal, de most véget vetek a versengésnek. Na, komoly mi? Egyszerre két főgonosz egy pályán. Bizony, mindkettővel meg kell küzdened. És mekkora fordulat vég az egyik kezére játszottál? Na, elismered, hogy jó pályát találtam ki? Ja. Hallgatás beleegyezés. Balogatom. Szerintem faj a pálya lett. Most biztos arra gondolsz, hogy legyőzöl mindkettőnket. Mondja neked, Wolf, az a helyzet, hogy ez nem fog menni. A kocsmában mérget tettem az italodba. Direkt úgy állítottam be, hogy akkor kezdjen hatni, miután legyőzted a sárkányt. Így a gyémántot is megkapom, és a kardot is. Ajaj, ez nem tréfál, valamit tenned kell. Ecetes víz.
Előkapod a varázslótól kapott bájitalt. Egyik kezeddel felhúzod, a másik a közben bemutatsz Wolfnak. Neked pedig tátva marad a szája. Most pedig győzz le a két rossz csontot. Megvan. Szép! Micsoda harc! Hol tanultad ezeket a kivéthetetlen mozdulatokat? Titok. Tudom, nem fogod elárulni, mi? Mm-mm. Nem érdekes. Szóval a két résztvevő holtan rogy össze, a világ ismét megmenekült. Hála nekem. Én találtam ki ezt a történetet. A gyémántot természetesen nem lehet így itt hagyni, túl nagy ereje van. Elviszed a királyhoz, hogy helyezze ő biztonságba. Cserébe kapsz egy csomó pénzt, meg birtokot. Hercegnőt nem. Felejtsd el. Ha egy béka szerint is ronda vagy. Szerinted melyik hercegnő akarna veled lenni? Inkább ugorjunk a vége főcímhez. Boldogan és rondán éltél tovább, míg meg nem haltál. Ha tetszett a pálya, csekkold meg a többit is, a csatornámon megtalad őket. Ó, most látom, hogy nem volt bekapcsolva a mikrofonod. Szóval ezért nem hallottalak. Te be volt kapcsolva. De miért nem szóltál? Á, most már minden. Itt van, be van kapcsolva. További jó kalandozást más pályákon, a kézikönyv óvjon. Kösz. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, és szeretnétek még Csabusától, vagy ehhez hasonló mappokat látni, akkor mindenképpen iratkozzatok föl, és ne felejtsétek el belülni azt a kisebb like gombot és a kis harangot. Esetleg, ha ti is játszottatok már ezen a mappon, vagy fel vagytok iratkozva Csabusára, akkor azt mindenképpen írjátok nekem meg. És én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Ervo voltam, sziasztok!